reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk! Parancsolj! Ágy Gábor van a stúdióban. Hát de akkor levegőt vettél, hogy úgy tűnt, hogy azonnal magadhoz kívánod vonzani a megszólalás lehetőségét. Úgyhogy akkor tessék, Mihálovics András természetesen, aki ezt... 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Kérem szépen, közlekedési híreket fogunk még valamennyire prezentálni. Jó, az már most jöhet? Igen. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Kérem szépen, sávelzárások. Szerencsére baleset nincs egyelőre, legalábbis amiről mi tudnánk. A Krisztina körúton a Szélkálmán tér felé van egy sávlezárás, a külső sávot zárták rá a Vérmező út után, távhővezetéket javítanak ott. Aztán a Terész körúton is van egy sávelzárás, ott a kerékpár sávot zárták le Margit híd irányában, a Podmanicki utca közelében ott vízvezetéket javítanak. Illetve a negyedik kerületben az Árpád úton a felüljáró irányában is van egy sávelzárás. Újpesten a Virág utca után a felüljáró irányában ott gázvezetéket javítanak. Hát ez annyira kimerítő volt, hogy én már ehhez nem tudok semmit hozzátenni. Helyesen. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Nem sok jó van abban, hogy eltűntek a turisták Budapestről, egyet azonban mégis találtunk, pedig nem is optimista péntek van, hogy eltűntek a taxis hiénák is, kérem szépen, a budapesti utcákról. Hát nem csoda, mert nem lehet kit lehúzni, ugye? Egy fokkal vagyunk talán jobb helyzetben, mint a vendéglátósok, mondja a City Taxi fuvarszervező szövetkezet elnöke a hvg.hu cikkében. Ő azt mondja, hogy hogyan érinti a személyszállító ágazatot a kisebb megszakítással lassan egy éve tartó lezárás. Azt mondja, hogy egymásból élünk, így mi is nagyon megérezzük a járvány helyzetet. Korlátozták a munkát, páros napokon csak a páros hívószámú autók, páratlanokon a páratlan számok futnak ki az utcára. Ez egy hónapban 15 munkanap. Tehát hiába dolgoznak a kollégák akár 16 órát, esélyük sincs annyit keresni, mint a járvány előtt. Ez pedig csak arra elég, hogy ne menjenek csődbe egyéni vállalkozóként, akik maradtak, folyamatosan veszteséget termelnek. Ez az időszak arról szól, kibírja tovább, ezt pedig már Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetség vezetője mondja. És hát a megrendelők 90%-a oda lett a főtaxinál is. Nyáron javult valamelyest a helyzet, de a visszaesés az év azonos időszakához képest még mindig 40% volt. Ezen szeptemberben bevezetett és azóta is érvényben lévő korlátozások érdemben már nem rontottak tovább egyébként. Úgyhogy végigkérdezték az összes valamire való taxistársaságot, és azt is mondja valaki, hogy közülük, hogy 2-3 ezerrel biztosan kevesebb minősített taxis dolgozik Budapesten. Tehát akkor egy része a külföldiek nyilván, meg a reptér, ugye a hiének vonal eltűnése, de hát a home office, meg mindenféle egyéb mozgás tevékenységnek a nagy mértékű csökkentése. Mi pedig azért, mert hogy ugye turisták, éttermek nincsenek, kevesebben ülnek utcáról taxiba, ezért még nálunk is jobban visszaesett a hiének bevétele. Jó ideig biztosan nem térnek vissza, idén még nem lesz akkora a forgalom, hogy megérje nekik a maszek munka, mondják a taxis cégek vezetői, és hát aki nem tudják megjósolni sem, hogy mikorra rendeződik vissza a piac. Tudod, mit lenne érdemes mellé tenni? Milyen számot, hogy az autómegosztók, így hívják, Carsharing. Igen, szolgáltatóknál mekkora visszaesés, mert nyilván van, de azt tippelném, hogy jóval kisebb. Egyrészt, mert ezek egyre népszerűbbek,
környezetbarátabbnak is tűnnek, ugye elektromos flotta is szépen bővül. Járvány szempontból kivéletodban nincsen már csak egy taxisofőr sem, és ugyanakkor a parkolási problémák azok ott is ott vannak, tehát én például konkrétan többször is azért hanyagoltam. Korábban beugrott, hogy egy tipikusan útvonal volt, amire szívesen mentem volna így, és vezettem volna magamnak, de aztán úgy döntöttem, hogy az a pont ugyanúgy nem tudok parkolni, úgyhogy ez inkább noha lassabb, de akkor mégis a tömegközlekedés felé terel. Na, hogy ott mekkora volt a visszaesés, az is egy érdekes kérdés, majd megnézhetjük. Van-e még fontos Budapest hír? Vagy... Így szerintem haladjunk tovább, mert hogy az a igen. Következő beszélgetés talán ezzel ennél egyel fontosabb. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.